Hírháttér műsorunkat látják a közügyek műsor folyamban. A mai nap híre, hogy a magyar csapat első lett a férfi 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaváltók döntőjében a pjongcsangi téli olimpián. Ez Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérme. De nézzük, mi lesz a mai műsorunkban. Vajdasági nagyberuházásokat látogatott meg ma Magyar Levente, magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes. Vele és Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével láthatnak interjút a gazdasági fejlesztés, valamint szó lesz a Minority Safe Pack, vagyis a mentőcsomag a kisebbségek számára néven zajló európai polgári kezdeményezésről is. Tartsanak velünk! Vajdasági nagyberuházásokat látogatott meg ma Magyar Levente, magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes a Prosperitáti Alapítvány képviselőivel, valamint Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. Délelőtt Kishegyesen, ezt követően pedig Topolyán tekintettek meg fejlesztéseket. Öt mérnököt és több szakmunkást is alkalmazott újonnan a Kishegyesi Agrokonsz Kft. A Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönhetően új CNC gépekkel dolgoznak, amelyekhez szakértő munkaerő kell, így többet tudnak majd külföldre is szállítani, magyarázta Űri Ferenc, a cég igazgatója. A gépeket már beüzemeltük, ugye dolgozunk velük. Természetesen ezek a gépeket azért is vásároltuk, sokkal nagyobb precizitást tudunk a gyártásba elérni, és sokkal nagyobb kapacitással tudunk gyártani gépeket, illetve berendezéseket. A cég gabonasilókat gyárt. A tervek szerint 24 vagy akár annál is több új munkahely teremtődik az Agrokonszban, és újabb piacok nyílnak meg a már most is szerbiai piacvezetőnek számító kishegyesi üzem számára, mondta Magyar Levente. A látogatás során bemutatták az új autódarut is. A több mint 1 millió eurós beruházás 25%-a önrészből, 35%-a vissza nem térítendő támogatásból, 40%-a pedig hitelből valósult meg. A topolyai Capriolo cég több mint 20 országba szállítja kerékpárjait. Az elsősorban exportorientált cég vezető szerepét a szerbiai piacon is igyekszik megőrizni. Jelenleg 150 alkalmazottja van. A legújabb, a Prosperitáti Alapítvány által támogatott beruházás megvalósulását követően ezt mintegy 180-ra tudják majd növelni. Egy kerékgyártó, abroncs és kerékgyártó gépsort vásároltunk meg, és annak a csarnokát fogjuk létrehozni. Ez mellett még egy 2000 négyzetméteres csarnokot, ami szintén ezeknek az üzemeknek az alapanyag és a késztermék raktár rozását fogja elősegíteni. Ezen kívül festőüzemet létesítettek, ahol finom festést tudnak végezni, ami a nyugati piac támasztotta követelmények miatt is fontos. A kerékpárgyár szomszédságában található M-Commerce eddig legnagyobb rész bútorlapokkal kereskedett, de foglalkoztak egyedi bútorgyártással is. Ezt a tevékenységet szeretnék most továbbfejleszteni. Mi eddig is már 3-4 éve gyártunk bútorokat, egyedi bútorokat, de egyszerű tervezéssel, klasszikus gépekkel, ami nagy mennyiségben, ha gyártanánk így, az nem kifizetődő, nem rentabilis. Ezért egy teljesen modern, a legújabb technológiát felhasználva terveztük meg egy teljesen új gyárnak a fölépítését. A Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője elégedett a megvalósult és folyamatban lévő beruházásokkal. Elmondta, ezekre a vállalkozásokra az egész vajdasági magyar közösség büszke lehet. A délután folyamán egy silóalkatrészgyárat, egy bicikligyárat, bútorgyárat és egy lánzgyárat tudunk meglátogatni, ami azt gondolom, hogy a vajdasági magyar közösség, a vajdasági magyar vállalkozók becsületére tud válni, mint az eddig foglalkoztatottak, mint az új munkahelyek vonatkozásában és a tevékenység színessége értelmében is. Magyar Levente, magyar miniszter helyettes, Bácskos útfalván folytatta körútját. A magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes Kishegyesen Toma Viktóriának nyilatkozott a magyar kormány támogatásával megvalósuló vajdasági nagyberuházásokról. Köszöntöm a közügyek nézőit, Magyar Levente miniszterhelyettessel beszélgetek itt az Agrokonsz gyárcsarnokában Kishegyesen. Kevesebb mint egy év telt el az utolsó vajdasági látogatás óta. Mit tapasztalt?
sőt, még kevesebb, hiszen néhány havonta azért ellátogatunk ide, és megtekintjük azokat az eredményeket, azokat a fejlesztéseket, amelyeket a Prosperitáti Alapítvány pályázatain keresztül sikerült közösen megvalósítanunk a vajdasági magyar vállalkozókkal. Mintegy 2,5 éve indítottuk el azt a nagyszabású gazdaságfejlesztési programot, aminek az első és leglátványosabb gyümölcseit tudjuk most sorra megtekinteni. Mintegy 30 milliárd forintból valósulnak meg ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban olyan nagy beruházások, amelyek száz szám teremtenek új munkahelyeket itt a vajdaságban, és amelyek több ezer beszállítónak adnak szintén megélhetés, piaci lehetőséget. Most egy olyan csarnokban vagyunk, ahol komoly ipari tevékenység zajlik, fém megmunkálása foglalkozik ez a vállalat, amelyik mintegy 400 millió forintnyi fejlesztést valósít meg, és körülbelül 24 új főnek tudnak munkát adni. Ezeknek egy jelentős része mérnök ember, és ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert Vajdaságban is jelentkezik, ahogyan egész Szerbiában és Közép-Európában az a jelenség, hogy sok tehetséges fiatal külföldön próbál szerencsét, külföldön keres munkát, és az ilyen fejlesztések által tudjuk őket itthon tartani, hiszen ez egy olyan jövőképet adhat képzett mérnököknek, de a betonított munkásoknak is, amelyek a szülőföldön maradást erősíthetik, és egy nagyon komoly hazai alternatívát kínálnak a külföldön való boldogulásra szemben. Konkrétan ebben a cégben milyenek a benyomásai? Nagyon látványos, ami történik. Én nem értek természetesen a fémmegmunkáláshoz, de amit látok, az nagyon komoly benyomást kelt, hiszen új gépekkel cserélik azokat a régi gépeket, amelyeket 3-4 ember kezelt. Most pedig beprogramozzák az új gépbe a teendőt, és a gép dolgozik az ember helyett. Ezáltal felszabadul munkaerő, amivel még több rendelést lehet teljesíteni. Tehát szemben azzal, amit feltételeznénk, hogy csökken a munkahelyek száma ezen fejlesztések, technológiai újítások által, éppen az ellenkezője történik. Sokkal nagyobb kapacitásokat tud teljesíteni a vállalat, így nagyobb megrendeléseket tud felvenni, több a kibocsátás, ez több ember kell, tehát minden szempontból áldásosak a hatások, és természetesen az elsődleges haszonélvezője ennek az újításnak és ennek a nagyszabású fejlesztésnek maga a szerb állam, a szerb gazdaság, hiszen nagyságrendekkel nő ezen cégeknek az adó hozzájárulása a szerb költségvetéshez, és eltartanak több tucat új munkavállalót. A kishegyesi cégen túl két további cégbe is ellátogatnak, hogyha röviden összegezni még a látogatás következő állomásait. Van egy nagyon innovatív módszereket dolgozó bicikligyár itt a közelben, amit meg fogunk látogatni, és ellátogatunk még néhány olyan üzembe, amelyek hasonló módon alapvetően gépek beszerzése által újítják meg a tevékenységüket. Ezek mind arra mutatnak, hogy van itt a Vajdaságban gazdasági erő, van gazdasági perspektíva, és a legmodernebb módon tudnak előállítani olyan ipari eszközöket és olyan technológiát, ami utána beszállításra kerül akár a legkomolyabb világcégekbe. Tehát a szerb ipar az igenis tudja azt a színvonalat hozni és teljesíteni, ami ma már egy egységes világpiaci standardnek felel meg, ahogyan egyébként a magyar is, és itt is egy nagyon komoly kapcsolódási lehetőség áll fenn a magyar és a szerb gazdaság között, hiszen ezeknek a cégeknek egy jelentékeny része magyarországi cégeknek szállít be, tehát a szerb-magyar kapcsolatokat is erősítjük ezen program által. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A kishegyesi Agrokonz silótelepgyártó cég fejlesztéseiről és a további vajdasági nagyberuházásokról Pásztor István nyilatkozott a Pannon Televíziónak. A kishegyesi Agrokonz gyár csarnokában beszélgetek Pásztor Istvánnal, a VMS elnökével. Milyenek a benyomásai, hogyan működik ez a cég, és az újítások, azok megfelelnek az elvárásoknak? Én többedik alkalommal vagyok itt, és nagy örömömre szolgál, hogy az, amiről fél évvel ezelőtt tervként számolt be a cég vezetője, az, ha nem is 100%-ban, de jelentős mértékben már megvalósult, és az, ami még várat magára, az is előkészített fázisban van, csak amikor az idő megengedi, akkor az építkezések be fognak fejeződni. Ez azt jelenti, hogy valamikor májusig az a több mint 1 millió eurós fejlesztés, ami itt elindult, végső formát fog ölteni. Ez
újabb piacra jutási lehetőséget és piaci mozgásteret jelent ennek a cégnek. Növelhető az alkalmazottaknak a száma, illetve olyan munkákat tudnak majd vállalni, amikkel a szezonon kívüli szabadidőt, a téli hónapokat ki tudják tölteni. Erről számolt be a cégvezető, és örülök annak, hogy olyan gép kerül többek között ebből a konstrukcióból ide, amelyikhez hasonló a közel 100 kilométeres körben nincsen ez a hihetetlen nagy toronydarra, amit itt láttunk, amelyiknek 80 méterre nyújtható ki a karja. Ez lehetőséget jelent a cég számára, de ugyanakkor szolgáltatást is tud nyújtani mások számára. Növelhető az alkalmazottak száma, én szerintem ez egy nagyon-nagyon jó beruházás. Bácskos útfalván a bejelentések szerint ismertetik az újabb pályázati körök részleteit is, előzetesben tudhatunk erről valamit. Folytatjuk azt a szisztematikus munkát, amit több mint két évvel ezelőtt elkezdtünk. Tavaly nyáron szerződtünk a mezőgazdasági integrátorokkal, akik nagy fejlesztéseket valósítanak meg. Az a fontos, hogy ezeknek a fejlesztéseknek a kiszolgálása szempontjából meglegyen az a beszállítói háttér, azok a mezőgazdasági vállalkozások, gazdaságok, amelyek nyersanyaggal látják el őket. Ezeknek a fejlesztésére, ezeknek az előrelépésére írunk ki most pályázatot, arra számítva, hogy nagyon-nagyon jelentős pályázói érdeklődést váltunk ki. Én azt gondolom, hogy több mint 4000 pályázat fog lenni. Emellett pedig pályázat fog megjelenni a kezdő vállalkozások támogatására, úgynevezett startup pályázat, amire már volt példa is, amire folyamatos az igény, és most megpróbálunk ennek az igénynek megfelelni. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A közügyeket Toma Viktória tudósította Kishegyesről. Minority Safe Pack, vagyis mentőcsomag a kisebbségek számára néven indult útjára, az az európai polgári kezdeményezés, amelynek célja 1 millió aláírás összegyűjtése. Az EU tagállamainak polgárai így nyilvánítanák ki azon szándékukat, hogy szükség van a kontinensen lakó mintegy 340 történelmi kisebbség védelmére intézményes szinten. Európa 47 országában mintegy 100 millió ember él nemzeti közösségekben, az Európai Unió 23 tagállamában pedig 40 millió. Az Európai Uniónak viszont nincs egységes kisebbségi politikája, a Minority Safe Pack ezen változtatna. 2011-ben az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója egy kisebbségvédelmi európai kezdeményezést indított. 1 millió támogatói aláírás gyűjtöttek össze, ennek ellenére 2013-ban az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezést, mivel a bizottság véleménye szerint tagállami szinten kell a kérdést rendezni, annak ellenére, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak a tiszteletben tartása az unió egyik alapértéke. Az Európai Közösségek Bírósága ezt az ítéletet megsemmisítette, a kezdeményezés 9 pontját részlegesen sikeresnek nyilvánította. Az Európai Bizottság mindent megtett annak érdekében, sajnos, hogy ez a kezdeményezés ne legyen sikeres. Így 2015-ben, 14-15-ben, amikor én itt a tevékenységemet megkezdtem, azt mondták a kollégák, hogy nincs esély arra, hogy ebben a kérdésben áttörést valósítsunk meg. És volt itt néhány jó értelembe vett, és tisztelettel mondom a szót, kemény fejű ember, kisebbségi németek, déltiroliak, és hát magyarok is mi néhányan, akik összefogtunk, és azt mondtuk, hogy nem adjuk ezt olyan olcsón. És az Európai Bírósághoz fordultunk. És a helyzet az volt, hogy az egyik oldalon van a kis Dávid, ez volt ugye a kisebbségi csoport, a Fujennel együtt, Magyarország beállt mögénk, tehát ezt tisztelettel mondom el, és velünk szemben volt a nagy, magasságos Európai Bizottság, a Góliát, és beállt mögéje Románia, Szlovákia és Görögország.
És 2016 elején mindenki azt mondta volna, hogy a Góliát fog győzni, és úgy látszik, hogy a Biblia itt is érvényesül, győzött a Dávid meglepő módon, és ez egy pozitív értelmű változást hozott elő tavaly 2017 elején az Európai Bizottságban. 180 fokkal megváltoztatta a bizottság a véleményét. Timmermans úr idejött el a bizottságunkba, a petíciós bizottságba bejelenteni, hogy támogatják a kisebbségi kezdeményezést. A támogatói aláírások gyűjtése 2017 májusában újra beindult. Az unió legalább 7 tagállamából 1 millió aláírásra van szükség annak érdekében, hogy az Európai Bizottságot arra kötelezzék, hogy a javaslatban található 9 elv alapján fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítása és a nyelvi sokszínűség megerősítése céljából. Ez azért fontos mindenki számára, még az eddig nem csatlakozott Ukrajna és Szerbia számára is, hogy ők is tanuljanak ebből az esetből, ne engedjék hátra magukat a csatlakozás után, ha majd eljön, és az ott levő magyarságnak meg azt üzenem, hogy a csatlakozás előtt is állandóan ébernek kell lenni, és mindent ki kell szorítani belőlük, mert a csatlakozás után nagy hajlandóságot fognak mutatni Szerbiában is és Ukrajnában is, ott már előtte is, ugye arra, hogy elfelejtsék a tett ígéreteket. Európa szerte politikai és civil szervezetek kezdték meg az aláírásgyűjtést. Magyarok, frízek, déltiroliak, baszkok, katalánok és még sok más nemzet tagjai gyűjtik a támogatók aláírásait. Olyan nemzeti közösségek tagjai, akik őshonos kisebbségnek számítanak hazájukban, nem pedig újkeletű szexuális, vallási vagy bevándorlói közösségnek. Az unióban sajnos a nemzeti kisebbségek, az őshonos nemzeti kisebbségek fogalma nem igazán elterjedt és nem igazán létezik, mint olyan. Az a lényege ennek a kezdeményezésnek, hogy ezen végre változtassunk, és hogy megjelenjenek jogszabályokban azok a rendelkezések, amik preferenciákat, előjogokat, pozitív diszkriminációt biztosítanak a kisebbségeknek. Legyen szó támogatások osztásáról, legyen szó például audiovizuális eszközök, filmek, könyvek, streaming szolgáltatások hozzáférhetősége tekintetében is, hogy előre mozdulás legyen, és hogy a kisebbségi jogok itt is meg tudjanak nyilvánulni. Na most, az miatt, mivel ez az uniós szabályozáshoz tartozik, ebből kifolyólag fontos az, hogy mint jövendő unióbeli tagokat is ezek a szabályok fogják várni. És ezért a jövőbe való gondolkodást vetíti előre az, hogyha itt már most ezt a lépést is, ezt a kezdeményezést kihasználjuk, és támogatásunkról biztosítjuk, ugyanis ez épp egy rendezettebb viszonyt fog akkor jelenteni az EU-s szabályozásban, mikor a Szerbia is már csatlakozni fog. A kezdeményezést aláírásával bármely uniós állampolgár támogathatja, így a magyar állampolgársággal rendelkező vajdasági magyarok is. Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak, viszont azokat a rendelkezéseket, amelyek Brüsszelben megszületnek, be kell tartania, amennyiben 2025-ben a közösség tagjai közé akar lépni. Ez vonatkozik a Minority Safe Pact csomagra és az őshonos kisebbségek védelmére is, mint amilyen a vajdasági magyarság is. A kezdeményezés támogatásához a www.minority-safepack.eu honlapon járulhatunk hozzá aláírásunkkal. Ehhez magyarországi lakcím nem szükséges, csak személyigazolvány. A kisebbségi jogok bővítését a nemzeti közösségek nyelvének és kultúrájának védelmét tűzte ki célul a Minority Safe Pact, amelyet 1 millió aláírással megerősítve kell április 3-áig az Európai Bizottsághoz elküldeni. A kezdeményezés egyik elindítója az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója volt. Vince Loránttal, a FUEN elnökével Loboda Árpád készített interjút Brüsszelben.
Köszöntöm a nézőket! Európa szerte aláírásokat gyűjtenek. 1 millió aláírással akarják rákényszeríteni az Európai Unió döntéshozóit, hogy az őshonos kisebbségekre nagyobb gonddal ügyeljenek. Mai vendégünk Vince Lóránt, a FUEN elnöke, aki az egyik kezdeményezője, és talán mindenhez ért. Mi is a probléma az Európai Unió kisebbségi jogvédelmével a jelen pillanatban? Azt kell látnunk, hogy az Európai Unióban ebben a pillanatban nincsen olyan jogszabály, amely védeni az őshonos kisebbségeket. Nagyon sok területen alkot jogot az Európai Unió, de ezen a területen azt mondta, hogy ez a tagállamok kizárólagos kompetenciája. Magyarán minden tagállam azt tesz, amit akar a területén élő őshonos kisebbségekkel. Na most ez egy európai keretben elfogadható volna, amennyiben valóban minden tagállam tenni a dolgát, és az őshonos kisebbségek boldogak lennének azzal a törvényi kerettel, amit az egyes tagállamok a számukra kitalálnak, de ez messze nincs így. Nem kell messze menni a Kárpát-medencében, Erdélyben, a Felvidéken, számos alkalommal szembesülnek a közösségek nem csupán jogsértésekkel, de intézményi jellegű problémákkal, az intézmények alapításakor, iskola alapítás, a kétnyelvű feliratok, az anyanyelvű hozzáférés a különböző közszolgáltatásokhoz, mind-mind olyan területek, amelyekben ezek az államok nem teszik a dolgukat, és akkor az Európai Uniónak, mint nemzetek feletti közösségnek meg kellene találni a módját annak, hogy elismerje az őshonos kisebbségeket, és kialakítson egy olyan jogi keretet, amely megosztott kompetencia révén védi ezeket a közösségeket. A FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a legnagyobb kisebbségi ernyőszervezet Európában, és a mi tagjaink találták ki ezt a módszert, a csomagot, amelyet az Európai Polgári Kezdeményezés révén valóban az európai intézmények figyelmébe kívánunk állítani. Ehhez 1 millió aláírás kell legalább 7 uniós tagállamból. A Minority Safe Pact-ről beszélünk. Mit tartalmaz ez a megnevezés, mivel Minority Safe Pact, ha lefordítjuk magyarra, kisebbségek védelmi csomaga, hogyan próbál segíteni az Európában élő, mint egy 40 milliós közösségnek? Összeállítottuk azokat a területeket, azokat az uniós politikákat és programokat, amelyek mentén bővíteni lehet a kisebbségi jogokat. Elsősorban ez az anyanyelv védelmét, a kultúra, az anyanyelvi oktatás védelmét jelenteni, de szó van az audiovizuális jogokról is, hogy a határok átjárhatóak legyenek az audiovizuális és a digitális tartalmakkal, vagy szó van a regionális politikákról olyan értelemben, hogy az őshonos kisebbségek abban a régióban, amelyben élnek, ők hozzájárulnak az illető régió értékeihez, és ezt vegyék figyelembe, amikor a programokat kialakítják, de ebben a pillanatban például nem lehet egy uniós projektet indítani a kisebbségi nyelvek bevonásával, mert csupán a hivatalos nyelvek vehetnek részt a különböző pályázatokon, tehát számos területen hátrányt szenvednek az őshonos nemzetiségek, és ezeket a jelenlegi keretben elfogadható változásokat gyűjtöttük össze a kisebbségvédelmi mentőcsomagba, Magyarországon nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezésbe, hiszen az a szándék, hogy Európa minden részéből kisebbségiek és többségiek egyaránt fontosnak tartsák azt, hogy a sokszínűség, a soknyelvűség értékként megmaradjon a kontinensen. Hogy áll most ez az aláírásgyűjtés, és kik vehetnek részt? Különösképpen kérdésem a vajdasági magyarokra vonatkozik. Mi részt tudunk venni benne? Bárki aláírhatja a kezdeményezést, aki uniós állampolgár, és az államok mindenike megszabta, hogy milyen mezőket, milyen adatokat kell beszolgáltatni az aláíráshoz, és Magyarország esetében ez a lehető legegyszerűbb. Egy személyi igazolvány számot kell beírni, és magát az állampolgárságot, meg a személy nevét nyilvánvalóan, de ezentúl nem szükséges lakcím vagy hasonló adatok, tehát én arra is kérném a vajdasági magyarokat, akiknek kettős állampolgárság van, hogy a jogaink.hu oldal révén lássák el kézjegyükkel és támogassák ezt a kezdeményezést. Április 3-a a határidő, ha meg lesz, amennyiben és amikor meg lesz ez az 1 millió aláírás, mi a következő lépés, mi fog történni?
Igen, a legnagyobb lépés az, hogy mi magunk ezt az 1 milliót összehozzuk, és én azt gondolom, hogy jó úton járunk afelé, intenzív az aláírásgyűjtés, és én azt gondolom, hogy a hátralevő 4 hónapban vesszük majd ezt az akadályt. Azt követően 3 hónapja lesz a tagállamoknak, hogy igazolják az ő területükön összegyűjtött aláírásokat, hitelesítsék ezeket, majd az Európai Bizottságnak további 3 hónapja van arra, hogy válaszoljon érdemben a kezdeményezők felvetésébe, rendezzen egy közmeghallgatást az Európai Parlamentben erről a témáról, és végül a következő szakasz az maga a jogalkotási procedúra, ami reméljük, hogy elkezdődhet, és hát annak nagyon nehéz megjósolni a végét. Uniós intézményekben legalább 2 év az elejétől a végső kihirdetésig, de ez már hatalmas előrelépés volna, hogyha ott tartanánk. A kárpátaljai magyarok a nemrégiben elfogadott ukrán nyelvtörvény miatt riasztó helyzetbe kerültek. A következményekről és arról, hogyan tud a Minority Safe Pack segíteni ezen a helyzeten, Bocskor Andrea, kárpátaljai EP képviselő nyilatkozott a Pannon Televíziónak Brüsszelben. Köszöntöm a nézőket! Nehéz helyzetben vannak a kárpátaljai magyarok. Az ukrán oktatási törvény csaknem ellehetetleníti a magyar nyelven folyó oktatást. Bocskor Andrea, EP képviselő innen Brüsszelből. Mi a probléma az oktatási nyelvtörvénnyel? Miért lehetetleníti el önöknél a magyar nyelvű oktatást? A szeptember 5-én elfogadott úgynevezett új oktatási törvénnyel alapjába véve nem lenne baj, ha nem lenne a híres 7-es cikkeje, ami az oktatás nyelvéről szól. Ez a törvény úgy rendelkezik, illetve ez a cikkely úgy rendelkezik, hogy a nemzetiségi iskolákban ezentúl már nem használható az anyanyelv, csak az elemi iskolában, tehát az 1-től 4. osztályig, 5-től felfele, tehát a középiskola szintjén és a felsőoktatásban az oktatás egyetlen nyelve az ukrán, tehát az államnyelv lesz. Ezen kívül a 7-es cikkely azt írja elő, hogy az óvodai oktatásban is lehetséges az anyanyelvnek a használata, viszont az ukrán mellett. És egy picit, illetve hát nem is picit, hanem nagyon árnyaltan fogalmaz, mert az, hogy mellette, az mit jelent? Tehát, hogy mennyire, hány százalékban dominál az ukrán nyelv, vagy mennyiben használható az államnyelv. És ugyanígy az átmeneti időszakot is nagyon megbonyolítja, hogy 2020-tól át kellene állni a felsősöknek, a középiskoláknak az ukrán nyelvre a szaktantárgyak tanulásában, de hogyan álljanak át, ha ugye nem rendelkeznek kellő ukrán nyelv ismerettel, tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt leépítik a magyar iskolahálózatot, másrésztről lebutítják azt a generációt, akik 2020-ban kerülnek a középiskolai szintre, mert a nyelvismeret hiánya miatt nem fogják érteni sem a matematikát, sem a fizikát, sem a kémiát, tehát gyakorlatilag egy analfabéta generáció fog kikerülni, akik nem fognak tudni leérettségizni, nem fognak tudni felsőoktatásba bekerülni. Önök is csatlakoztak a FUEN által kezdeményezett Minority Safe Pack-hez. Mi az önök reménye, miért csatlakoztak ehhez? Hogyan gondolják, hogy ez segíteni fog az önök helyzetén? Gyakorlatilag az anyaország segítségén kívül nem számíthatunk másra, csak az Európai Unióra és az Európai Uniós intézményekre, mivel Ukrajna társult tagja az Európai Uniónak, és többször is deklarálta, hogy az EU felé törekszik, ezért úgy gondoljuk, hogy jogosan várunk védelmet az Európai Uniós intézményektől, az Európai Parlamenttől, a Tanácstól, illetve a Bizottságtól, és ezért úgy gondoljuk, hogyha a Minority Safe Pack révén megszületik egy olyan egységes jogi keret, ami a nemzeti kisebbségek védelméről szól, a nyelvhasználat védelméről szól, az oktatásban való kulturális jogok védelméről szól, akkor a jövőben ez nekünk is hasznos lehet, mert egy Európai Uniós jog könnyebben kiterjeszthető a társult vagy csatlakozás előtt álló országokra, mint egy semmilyen jog, ami még nem létezik. Bocskor Andrának köszönjük szépen, hogy válaszolt kérdéseinkre. Loboda Árpád tudósított Brüsszelből. Ha tehetik, önök is csatlakozzanak a Minority Safe Pack kezdeményezéshez. Most egy rövid szünet következik, majd utána folytatódik hírháttérműsorunk. Maradjanak velünk, hiszen a továbbiakban megtudhatják azt is, hogy hogyan lehet valaki hivatásos katona.
Április 8-án országgyűlési választást tartanak Magyarországon. Ha még nem tette meg, regisztráljon. Ha nincs magyarországi lakcíme, akkor regisztráció nélkül nem szavazhat. Persze, ha már regisztrált korábban, akkor nincs más dolga, várja a szavazási levélcsomagot, azt töltse ki és küldje vissza. Voksoljon ön is, most már megtehetjük. www.választás.hu Folytatjuk hírháttér műsorunkat, a folytatásban szó lesz a Kárpát-medencében megvalósuló óvodafejlesztésekről, de a hivatásos katonák életébe is betekintünk. Óvodák százai újulnak meg a magyar kormány támogatásának köszönhetően Kárpát-medence szerte. A határon túli magyar óvodások száma megközelítőleg 48 ezer. A cél, hogy ez legalább 60 ezerre duzzadjon, azaz a vegyes házasságból származó gyerekek is nagyobb eséllyel kerüljenek magyar intézményekbe. Vajdaságban a 2017-2018-as tanévben mintegy 6000 magyar gyermek jár bölcsödébe, illetve óvodába. Több településen is nagy segítséget jelentene egy-egy óvodaépület felújítása, átalakítása. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően a külhoni magyar területeken 153 óvoda épülhet fel, és mintegy 450 újulhat meg. Erre 38,5 milliárd forintos támogatást biztosít a magyar kormány. Ebből egyebek között játszótereket, játszósarkokat, óvodai szórványközpontokat alakítanak ki. Egyebek mellett a Temerini Vejko-Vlahovics iskoláskor előtti intézményben is, ahol három párhuzamos iskola előkészítős csoport működik. A második fél év elején egy játékokkal és könyvekkel teli új sarok várta az óvodásokat. A fiúk a legtöbbet a gólyalábakkal játszanak. A gyerekek az ügyességi játékok közül a tölcséres labdát és a célbadobós keresztet is szeretik. A csoport legszívesebben mégis a bábszínházzal és a társas játékokkal játszik. Ennek a neve, hogy Bogyó és Babóca. És hogyan játszátok? Úgy, hogy gurítunk, és ahányan dobunk, annyit lépünk. Mi a cél? Hova kell eljutni? Ide az óvodába. Temerinbe két játéksarok is érkezett, az egyik a központi épületbe, a másik pedig az óvoda telepi épületébe. Zentán pedig 10 óvodába végeztek hasonló fejlesztést. A 130 ezer dinár értékű ajándék magába foglal egy egységes polcrendszert, amelyen képes könyvek és különféle játékok kaptak helyet. Az új játékok fejlesztő jellegűek, amelyek nagy segítséget nyújtanak az óvónőknek a különböző részképesség zavarok kiszűrésénél. Temerinben és Zentán, de Vajdaság többi településén is problémát jelent hozzájutni a magyar nyelvű minőségi játékokhoz és könyvekhez. Az új játékok most a Magyar Nemzeti Tanács segítségével juthattak el az iskoláskor előtti intézmények csoportjaihoz. Vajdaságban mintegy 130 óvoda kapott hasonló játéksarkokat,
több óvodában pedig az udvari játszóteret újították fel. Vadonatúj, fából készült, az Európai Unió szabványainak megfelelő hinták, csúszdák, mászófalak biztosítják a gyerekek számára a testmozgást, és nem utolsó sorban a felhőtlen szórakozást. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 2017-ben indult, és jelenleg is két síkon fut. Egyik része az iskoláskor előtti intézmények felújítására és eszközbeszerzésére összpontosul, a másik pedig az óvodapedagógusok továbbképzésére. November és december hónap folyamán 4 továbbképzést szerveztünk vajdaságszerte, amelyen több mint 100 óvónéni vett részt 4 témakörben, és terveink között szerepel, hogy ezeket a továbbképzéseket mind a 4 témakörben tovább fogjuk vinni. Ennek keretében szervezték meg a néptánc módszertani képzést Topolyán. A 80%-ban gyakorlati alapokon nyugvó képzést Balatoni Katalin néptáncpedagógus és neveléstudományi kutató dolgozta ki. Ez egy népi játék, néptánc módszertani továbbképzési program, aminek az a célja, hogy egy viszonylag megújult szemléletmódot tudjunk közvetíteni, aminek középpontjában a hagyományos érték és a korszerű pedagógia, valamint elsősorban a gyerekek sajátos igénye áll. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően Vajdaságban 6 óvodai szórványközpont jön létre, 3 szórványóvodát támogatnak, míg 24 településen fejlesztések valósulnak meg. A Kárpát-medencei óvodafejlesztésről Loboda Árpád készített korábban interjút Grezsa István magyar miniszteri biztossal. Köszöntöm a nézőket! A magyar kormány a Nemzetpolitikai Államtitkárságon keresztül idén is nagy eszközöket fordít a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programra. Grezsa István kormánybiztost kérdezem ennek a részleteiről. Jó napot kívánok, kormánybiztos úr! Mekkora eszközöket fordít idén a miniszterelnökség a Kárpát-medencei programra? Ez biztonsággal állíthatom, hogy ez a 2 ütemben végrehajtott óvodafejlesztési program Trianon óta a legnagyobb rendszer szintű beavatkozás a magyar nemzetpolitikában, hiszen a 2 ütem összforrása 38,5 milliárd forint, ennek az első üteme 17,1 milliárd forint, a teljes forrás le van kötve és ki van szerződve partnereink felé, a délvidéken a gyakorlatban ez 500 millió forintot jelent, és most dolgoznak a megvalósításokon. Nyilvánvaló, hogy igazán majd a folyamatok idén tavasszal fognak felgyorsulni és berobbanni, de a épület renoválásokon és új óvodák építésén kívül legalább olyan fontosak a fejlesztő eszközökkel való ellátása az óvodáknak a magyar sarkok révén, illetve azok a fejlesztési továbbképzési programok, amelyek valamennyi óvodapedagógus szeretnének elérni a magyar óvodarendszerben. Mi a célja az államtitkárságnak? Mit szeretnének elérni ezzel a támogatással? Azt szeretnénk elérni, hogy a most 48 ezer körüli magyar óvodás létszámot 60 ezer főre emeljük, hiszen egyesztendőben 60 és 70 ezer közötti létszámú, változó létszámú gyermek születi, magyar gyermek születik a Kárpát-medencébe, tehát minimális cél, hogy minden magyar gyermek magyar óvodába tudjon járni. Emellett ne felejtsük el, hogy egy bölcsödefejlesztés is zajlik, hiszen nem csak az óvodahoz való jutás és az óvoda pedagógiai rendszer egyenetlen a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben, hanem rendkívül hiányos a bölcsödei rendszer. Úgyhogy összesen a program 2 ütemében, és reméljük, hogy a második ütem 23,5 milliárdos forrását az ez év első negyedévében szintén ki tudjuk szerződni. 151 új intézményt és közel építünk, és közel 450-et renoválunk a Kárpát-medence magyar közösségeiben. Hogyan fog kinézni ez az építkezés, illetve renoválás? Hogyan tudnak pályázni? Pályázaton keresztül fogják elvégezni, vagy pedig önök fogják felkeresni az intézményeket? Már az összes helyszín ki van nézve, hogy egyszerűen fogalmazzak, hiszen egy alapos felkészítés alapján indítottuk el ezt a programot. Partner szervezeteink révén, ezek zömében szakmai szervezetek, pedagógus szövetségek, délvidéken Magyar Nemzeti Tanács, és természetesen történelmi egyházaink ugyanolyan stratégiai partnerek, hiszen nagyon sok nemzetrészben ők is tartanak fenn intézményeket, tehát az ő javaslataik alapján állítottunk össze egy szakmai sorrendet, és választottuk ki a fejlesztendő óvodát, így jött ki a 151 új intézmény,
és a 450 felújításra szoruló magyar óvoda, amely sok esetben persze vegyes tannyelvű óvodát is jelent. Ez a délvidékre, vagyis Vajdaságra számbelileg lebontva hogyan néz ki? Vajdaságban elsősorban szorvány óvodai centrumok építését jelentette első körben, második körben már kizárólag magyar tannyelvű óvodákra is kiterjed. Legalább ez lényegében a Vajdaságot illetően valamennyi olyan óvodát érint ez a program, amelyben magyar gyermekek járnak. Kormány biztos úr, köszönjük szépen. Budapestről Lobod Árpád tudósított. január 1-én szűnt meg a kötelező katonai szolgálat Szerbiában, és azóta, aki akar, önkéntesen szolgálhat, vagy szerződéses, illetve hivatásos katonaként dolgozhat. A Védelmi Minisztérium egy folyamatosan nyitott pályázatot tart fenn szerződéses katonának egész évben, bárki jelentkezhet, aki eleget tesz bizonyos feltételeknek. Hogyan és milyen feltételek mellett léphet be valaki a szerbiai katonaság kötelékébe szerződéses katonaként? Milyen fegyvernemeknél szolgálhat, mik az alapvető követelmények, és mennyit kereshet egy katona? Ennek járt utána a közügyek stábja a topolyai laktanyában. Önkéntes katonai szolgálatra a 19. életévüket betöltött fiatalok, nők és férfiak jelentkezhetnek. A kiképzés 3 hónapos, utána még 3 hónapot szolgálnak a szerbiai katonaság valamelyik laktanyájában. Szerződéses katonának viszont olyan 19 és 30 év közötti nők és férfiak jelentkezhetnek, akik már szolgáltak fegyverrel a szerbiai katonaság kötelékében, pontosabban kiképzésben részesültek. Először 6 hónapos próbaidőre veszik fel őket, amennyiben alkalmasak erre, utána 3 évre köthetnek szerződést, és ez mindig újabb 3 és 3 évre hosszabbítható, amíg be nem töltik a 40. életévüket. A szerződéses katona havi alapfizetése tizedesi rangban 32 ezer dinár körül van, ami a terepi szolgálati teljesítéseket beleszámítva elérheti a 39 ezer dinárt is. Ez viszonylag jónak számít egy őrnagy rangban szolgálatot teljesítő hivatásos tiszt 60 ezer dináros havi keresetéhez képest. Ami még fontos, a szerződéses katonák után minden járulékot, a beteg- és nyugdíjbiztosítást is rendszeresen fizeti az állam. Ha terepen teljesítenek szolgálatot, napi díjat is kapnak. Egyébként rendes, 7-től 15 óráig tartó munkaidejük van, úti költségüket is megtérítik. Jelena Savic hivatásos katona. 3 éve végzett a katonai akadémián, hadnagyi rangban szolgál. Zavolala sem rád sa ljudima, probudila se ljubav prema državi, određena doza patriotizma i uživam da radim ovde. Ima dosta i žena u vojsci, i tu smo da pokažemo da nismo samo lepši pol, nego da smo dovoljno jake da radimo i u muškoj sredini. A hadnagy hozzátette, a szerbiai katonaság kötelékében szolgálatot teljesítők mintegy 15%-a nő. Kiváló az együttműködésük férfi harcostársaikkal, akik tisztelik őket, és parancsaikat is szó nélkül teljesítik. Pozdravljam sve mladići devojke, a naročito devojke, koji ispunjavaju opšte uslove da dođu, da konkurišu i možda da probaju da ispune svoje dečačke ili devojačke snove. Hiszen a katonai hivatásnak megvan a maga szépsége, izgalma és különlegessége, tette hozzá a hadnagy. Szerződéses katonákat folyamatosan vesz fel a Védelmi Minisztérium, emelte ki Horváth Ádám őrnagy, a topolyai Bácska laktanya parancsnok helyettese. Tavaly 1458 személyt vettek fel Szerbia szerte. Idén január 1-je óta már 223-mal gyarapodott a számuk, és további 300 kérelem elbírálása van folyamatban. A 2018-as év folyamán további 1500 szerződéses katonával tervezik bővíteni az állományt. Leginkább gépjármű, valamint tank és harckocsi vezetőkre van szüksége a katonaságnak. Továbbá a harckocsikat kiszolgáló egységekben szolgálatot teljesítő katonákra, gránát és aknavető kezelőkre, mesterlövészekre van szükségük, de a kiszolgáló személyzetből is hiány van. Autó és autóvillamossági szerelők, szakácsok, telekommunikációs szakemberek és rádiós összekötők
összekötő tisztek is kellenek. Ők akár azonnal elhelyezkedhetnek a topolyai laktanyában. Természetesen fontos szempont az egészségügyi alkalmasság, a büntetlen előélet és a letöltött katonai szolgálat. Jelentkezéskor szükség van a születési anyakönyvi kivonatra, állampolgársági bizonylatra, a fegyveres katonai szolgálat letöltéséről szóló bizonylatra és egy jelentkezési lapra. Ezután kerül sor az egynapos alkalmassági vizsgálatra. Общий лекарски преглед и за проверка физички способности. Та проверка трае еден ден. Общий лекарски преглед реализува лекар со мерење висине, тежина и крвног притиска и утврдувањем дали е кандидат способен да приступи проверка физички способности. Проверка физички способности се реализува во складу со критериумот кој е предвиден и тоа е први дел проверка. Kada kandidat i ako kandidat prođe prvu ovu proveru, drugi deo provere vezan je za psihološku procenu kandidata. Znači to je testiranje koje se vrši u nadležnoj vojnoj ustanovi, a to je vojna bolnica u Novom Sadu. I treći deo ove selekcije, da tako kažemo, i pregleda vezan je za medicinsko-zdravstveni pregled. Znači to je klasičan sistematski pregled koji se također realizuje u vojnoj bolnici u Novom Sadu. Az alkalmassági vizsgán sikeresen átesett jelöltekkel szerződést kötnek. Mivel már letöltötték a fegyveres katonai szolgálatot, azonnal munkába állhatnak abban az egységben, ahova jelentkeztek. Innentől fontos feladatokat látnak el, emelte ki Horváth Ádám őrnagy, a topolyai Bácska laktanya parancsnok helyettese. Обезбеђење административне линије, обезбеђење државне границе, а желео би да напоменем и другу мисију војске, а то је ангажување припадника војске ван граница наше државе у цилју очувања мира у свету. Mi smo imali i imat ćemo u narednom periodu takođe angažovanje naših pripadnika u međunarodnim operacijama i u misijama, tako da je i to još jedan motiv više da se kandidati prijave za popunu ovih mesta, a također svi profesionalni vojnici i profesionalni sastav koji je sada u jedinici, motiv više za njih da daju što bolje rezultate da bi uspeli da odu u tu misiju, jer to je idealna prilika da se oni upoznaju sa raznim religijama, običajima u drugim krajima sveta, a ne treba zanemariti ni financijski aspekt odlaska u mirovnu misiju. A szerződéses katonák továbbképzésére is lehetőség van, így később akár hivatásosak is lehetnek. Az első 3 éves szerződés leteltével kérvényezheti az altiszti továbbképzését, és ennek befejeztével a szerbiai katonaság hivatásos szakaszvezetői rangja illeti meg, biztos munkahelyjel. Részletek mindezzel és a szerződéses katonai szolgálatba állással kapcsolatban a topolyai Bácska laktanya 024 715 287-es telefonszámán kaphatók, vagy a www.mod.gov.rs és a www.vs.rs honlapon. Hírháttérműsorunkat látták, hamarosan jövünk a legfrissebb hírekkel, maradjanak velünk!